Január 22-én Rákosligeten rendezte meg a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola a Tiszán innen Dunántúl elnevezésű népdalversenyt, mely a 17. kerületben már 16 éves múltra tekint vissza. A programra ez alkalommal közel 120 gyermek nevezett, produkciójukat pedig 4 minősítéssel értékelte a szakmai zsűri. Az intézmény saját vándordíja a Rákosmente legdalolóbb iskolája cím is kiosztásra került, melyet 2020-ban a Gregor József általános iskola vihetett haza. Január 22-én daloló gyermekekkel telt meg a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola közelmúltban felújított táncterme, ugyanis a helyszínen került sor a Tiszán innen Dunántúl népdaléneklési versenyre. Bár Rákosmentén 16. alkalommal mérték összetudásukat ilyen módon a diákok, az intézmény szervezésében 7. esztendeje valósult meg a program. Leskó Deli Tercia szerint a nagymúltú rendezvénysorozat évről évre egyre népszerűbb a 17. kerületi általános iskolák körében. A lelkesedés az töretlen. Hála a pedagógus kollégáknak, hogy veszik a fáradtságot, hogy a heti egy óra, énekóra alkalmával még plusz alkalmakat is vállalnak, és felkészítik a gyerekeket, akiknek szintén elismerés és köszönet és csodálat jár, hogy lelkesen veszik a fáradtságot, és az egyéb leterheltség mellett még bevállalják azt is, hogy a magyar kultúránkat építsék, és magyar népdalokat tanuljanak, és ezt megmutassák országvilág előtt. A neves szakemberekből álló zsűriben helyet foglalt a Bartók, ami számos pedagógusa, többek között Margetán Máté, a népzene tanszak vezetője is, aki tanítványával, Halász Márkkal egy tárogatójátékot is előadott a megjelenteknek. Több mint 100 gyerek, majdnem 120 gyerek nevezett a versenyre. Többféle korcsoport van, első és második korcsoport, illetve harmadik és negyedik korcsoportot állapítottunk meg. A gyerekek indulhatnak szólóban, duóban, kis együttesként, vagy nagy együttesként is. Purucki Balogi Hanna, a Diadaluti Általános Iskola 5. B-osztályos tanulója első alkalommal érkezett a versenyre, így nagy izgalommal várta, hogy sorra kerüljön a társaival. Ez lesz az első, és hallottuk, ahogy Zsuzsa néni már hozott ide gyerekeket, és mi is meg szerettük volna próbálni. A közel 120 diák produkciója már megszokott módon került pontozásra. Nem első és második és harmadik helyezett van, mert nem lehet így megkülönböztetni őket, nem lehet ennyire külön szétválasztani, mint akár egy helyesírási versenyen, nem tudjuk annyira pontosan meghatározni a különbségeket. Itt minősítő van, illetve nekünk van egy olyan most már 7. éve, amióta rendezzük mi az iskolánk ezt a versenyt. Van egy vándor plakettünk, egy Bartók plakett, amit mindig az az iskola kap meg, az az iskola nyer el, ahonnan a legtöbb diák érkezett. Ebből kifolyólag az indulók bronz, ezüst, arany vagy kiemelt arany minősítéssel gazdagodtak, az utóbbiban részesülők pedig a verseny fővárosi fordulóján is számot adhatnak a tehetségükről. Az önálló produkciók mellett egy közös dalolásra is sor került Zsikó Zsuzsanna népdalénekes közreműködésével.